Azért videózom magam, mert ritkán láttok a kamera másik oldaláról, és igazából csak így tudok felvételt készíteni számotokra, mert hát ugye én tartom a kamerát, és ezért nem igazán látszik, hogy milyen öltözékbe vagyok. Ezt csak azért mutatom meg, hogy milyen az időjárás itt. Jelen pillanatban a reggelek hűvösek, olyan 10 fokra is lemegy a hőmérséklet, napközben 16-22 fokra is felmegy. Nagyon kellemes egyébként itt az ősz, de ilyenkor már változékony a hőmérséklet. Most el fogok menni ugyanabba a plázába, amiben már voltunk együtt a múltkor, és ha szeretnétek, akkor tartsatok velem erre a kis rövid bevásárlásra. A Westfield Countryside Mallba vagyok. El kellett jönnöm, mert Balázs egy nadrágot rendelt általam, és már meg is vettem neki. Itt van. És magamnak is vettem valamit, egy meglepetést, meg fogom majd mutatni. Most pedig megyek vissza az autóhoz. De közben videózok, hogy lássátok, hogy milyen karácsonyi kirakatok vannak. Vettem, ez a tündércuki sapka, ami nagyon hasonlít a kisunokámnak a sapkájára, Nátánnak a sapkájára, és szeretnék vele egyformában járni. Jó, hát az a lényeg, hogy halálcuki, és ezért megvettem. Valamint Balázsnak vettem, ugye, ő nem jön el velem a boltba, és kiskorába is csak rendelésre vittem neki a szállítmányt. Most egy bézs színű nadrágot vettem, ilyen most itt az idő. A Dillardsban nem voltam, de viszont a Westfieldbe beszaladtam, és ezeket szereztem be. És ezekért a dolgokért összesen $34 fizettem. Ja nem, 37-et. Ja igen, mert a taxal. Mert ugye mondtam, hogy itt van olyan, hogy a nettó árak vannak felcímkézve, és még a fizetéskor hozzájön egy 7%-os adó, és így a $34 az $37 lesz. Tadám!
És itt az én kis hálaadásnapi ünnepi asztalkám. Itt van a cranberry szósz, itt van ő kegyelmessége a pulyka, és én most édesburgonyával fogom köretként tálalni. Az az élelmiszerlánc, ahonnan vásároltam, a Whole Foods-ból, azt kell tudni, hogy ők nagyon egészséges élelmiszereket árulnak, nem tartalmaz az élelmiszerük sem mesterséges színezőanyagot, sem adalékanyagokat nem tartalmaz, a hústermékeik nem tartalmaznak antibiotikumot, a pulykák, a csirkék, amiket ők árulnak, vegetáriánus étrendben nevelkedtek. A tojások, amiket ők árulnak, azok szabadtartású tyúkoktól származnak, tehát ez egy ilyen nagyon odafigyel ez a Whole Foods azokra az élelmiszerekre, amiket ők árulnak, és főleg a farmerektől, a környékbeli farmerektől származnak az élelmiszereik. Hát, mindjárt meg is kóstoljuk. Miután elfogyasztottuk a hálaadás napi vacsorát, mindenki a saját hobbiának hódol. Peti, a férjem, ő csillagászkodik. Már is megmutatom nektek, hogy hogyan zajlik a mi estünk itt egy csillagásszal. Ez itt az udvarunk. És már a teleszkópunkat felállította a férjem. Ez itt a teleszkópunk. Nagyon szép csillagos az ég, ami nem igazán látszik. Így telefonon keresztül, de vigyétek el. És már el is készítette az első csodaszép felvételét. Ezt hogy hívják? Hát az a dumbbell az elefántról, ami a dumbbell elefántról van, úgy tudom. De ez ugye, hogy dumbbell nebula, ez az nebula, de ez még most készít? Még égi objektum. Ja, most már készít. Ez most készül, ugye bár, a kép róla. Itt a tudományos szakértünk. Aki? Úgy néz ki, mint egy elefánt fül. Jaj, akkor azért, aha, azért dumbbell. Mert hogy ilyen elefánt füles. És persze, tehát én nincs egyedül. Itt van Luna. Aki. Ugye már most sötét, mert nincsen világítás, úgyhogy egy ilyen kisebb lámpával világítok, de éme. Luna. Megnézem, hogy milyen magyar neve a csillagász kutya. Jó. De még mutatsz másik fényképet? Ezeket a képeket Peti készítette az Orion ködről, a spirál galaxisról, a képen látható teleszkópunkkal. Ő azon kívül, hogy csillagászkodik, asztrofotográfiákat is készít, amiket majd még, hogyha szeretnétek, akkor megmutatom nektek. Örülök, hogy velem tartottatok, és hogyha szeretnétek, akkor lájkoljatok, és iratkozzatok fel a csatornámra, és kövessetek Facebookon, Instagramon, és küldem az újabb vlogokat, újabb videókat. Sziasztok!